A bővítési bejelentése érkezett vendégek közösen nézték meg a LEGO gyárat. Kristen Brun, a LEGO alelnöke azt mondta, a mostani fejlesztés eredményeként 30 ezer négyzetméterrel bővül a nyíregyházi gyár, így a teljes területük 262 ezer négyzetméterre bővül. A mostani bővítéssel a LEGO nyíregyházi gyárának mérete meghaladja 260 ezer négyzetmétert. Bár ezt így elég nehéz elképzelni, de bizonyára mindenki ismeri a Hősök terét Budapesten. Gyárunk a bővítés után 10-szerese lesz a Hősök terének, mondta a gyárigazgató. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere felidézte, hogy 15 évvel ezelőtt költözött a városba a LEGO. Azóta gyümölcsöző a dán gyár és az önkormányzat kapcsolata. Nagyon büszkék vagyunk, és örülünk annak, hogy a LEGO Nyíregyház és a térség egyik legnagyobb, és ugye több elismerés is bizonyítja, hogy országosan is az egyik legjobb munkaadója, és a egyik leginnovatívabb, jövőorientált vállalata. Ez a beruházás, én azt gondolom, azt is bizonyítja, hogy a LEGO jól érzi magát Nyíregyházán. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő, a szakképzés fejlesztését emelte ki beszédében. Úgy fogalmazott, biztosította a minőségi munkaerő ellátása vármegyében. Most örömmel jelenthetem a tegnapi adatok fényében, hogy 4% alatt van Magyarországon az országos munkanélküliség, és itt Nyíregyházán és térségében pedig annak a 6,2%-nak éppen a fele, majd közel a fele, tehát 3 és 3,5% között van, és a LEGO ehhez hozzájárul. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy az évekkel ezelőtt elindult gazdasági fejlesztési folyamatok miatt ma már Kelet-Magyarország ugyanúgy vonzó a külföldi befektetők számára, mint a nyugati ország rész. Az elmúlt évek egyik legfontosabb gazdasági eredményének én azt tekintem, hogy kőkemény munkával sikerült kiegyensúlyoznunk az országban a beruházás vonzó képességet. Tehát mára a nagy nemzetközi beruházások számára Kelet-Magyarország legalább annyira vonzó, mint Nyugat-Magyarország, és ezt a mondatot azért néhány évvel ezelőtt a kinevettetés kockázata nélkül nem lehetett volna elmondani. Nyíregyháza is kivette a részét ebből a folyamatból. 2014 óta összesen 18 esetben született olyan nagy beruházói döntés, amelyhez a kormány pénzügyi támogatást biztosított, és ezek közül is kiemelkednek a LEGO döntései. A LEGO csoport új csomagoló és raktárépületeket épít a bővítés során. Terveik szerint az építkezés 2024-ben kezdődik, és a termelés 2025 második felében indulhat el. A beruházás 50 milliárd forint értékű, amelyhez a kormány 4,3 milliárd forint támogatást nyújtott. A bővítéssel 300 új munkahelyet teremt a dán vállalat.